a keresztút, a várossal a Nemzetér gyalogjárás a Városháza előtti térről a Kálvária dombhoz indult. Isten szeretetét és végtelen irgalmát, a kereszt titka és megváltó kegyelme sugározza felénk. S ha megértjük és cselekvően elfogadjuk, akkor üdvösségünk útjává lesz. Üdvözd légy kereszt, egyedüli reményünk, életünk és mindennapi feltámadásunk bűneinkből, halálos sebeinkből. Urunk Jézus Krisztus, fogadd el ezt a keresztútat engesztelésül magyar hazánkért és magyar népünkért. A keresztút 14 állomást foglalt magába. Krisztus Kálváriájának stációit kísérte végig. Az egyes állomásokon Szepesi Tibor polgármester. Az Úr Jézus szentséges szívét a fájdalmak gyötrelme járta át, amikor megkötözve, meggyalázva ott állt a római helytartó Pilátus előtt, hallva a fellázított nép egetverő kiáltozását. Feszítsd meg őt! Ez a nép hálája, köszönete azért a sok jóért, amit értünk tett. De te nem védekezel, hanem némán vállalod sorsodat, a szenvedést. Népünk, hazánk is mi sokszor állt Jézushoz hasonlóan, megcsúfolva, tövissel koronázva, megbilincselve a történelem ítélő széke előtt. Bűnös nemzeteknek kiáltanak ki bennünket. Felettünk is hányszor ítélkeztek igazságtalanul. Hányszor taposott rajtunk keresztül nyugat és kelet, hányszor lett földön futóvá a magyar, hogy nem lelé honját a hazában és a világban. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, Kovács Miklósné intézményvezető, Csári Kovács Szilvia alpolgármester, Fülöp Gábor, Horváth Tóth Éva, dr. Herényi Bulcsú, Dánielné Kacsó Andrea, Sipos Antal, Doma Petra Dorina, dr. Cimbalmos Ágnes, Horváth Rímusz Miklós, Tóth Judit, valamint Csekel Lajos olvastak fel. Élek.